Na, hát szép jó reggelt mindenkinek. Úgy néz ki, szombat reggel, gyönyörű szép napsütéses idő. És mivel hogy a gép ugyebár készen van, és már egy pár tesztkilométert futott is, így a mai napra nem marad más, mint irány egy hosszabb túra, méghozzá aszfalton, utánfutó ugye dekoráció, jelen esetben is, de azért ez még viszonylag rövid túra ahhoz, hogy bármit is kelljen vinni. Viszont a mai úti cél az nem más, mint Ózd, a Quadrián. Megyünk és meglátogatjuk, már egy jó ideje be van ugye tervezve, úgyhogy most ez lesz a mai program. Ezek az első lámpák brutálisak, majd egy éjszakai felvételt csinálok róla, de eszméletlen jó fénye van neki. Úgyhogy, hát ugye fölkerültek a kézmelegen tartók, a telefontartó, majd meglátjuk, hogy mennyire fogja viselni a telefon. Végül is nekem csak az a lényeg, hogy ne a zsebembe csörögjön, ha netán keresnek, akkor ott látom, hogy mi a helyzet. És igazából ennyi. Ami még történt változtatás, az az, hogy itt a vonó szerkezetet, meg ki lett küszöbölve a lógása neki, ki lett hézagolva, valamint kapott egy ilyen tartó konzolt a villamossági csatlakozó, és akkor így most már azt lehet mondani, hogy normálisan eléri a vezeték és minden, de hát ugye a gyári az eléggé föntre van téve, ez van. Úgyhogy tartsatok velem, próbálok úgy állni, hogy a nap inkább engem süssön, mint a kamerát, mert akkor egy kicsivel talán jobb a képminőség, bár mindegy. Hiába jön a tél. Úgyhogy jók legyetek, és akkor tartsatok ma is velem. Sign a chance wasn't difficult to do. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards. Paraguay, Paraguay, from Paraguay. Robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. And it was a goodbye, compañero, and cheerio. Couldn't stay facing music. So many reasons why I won't be sending postcards. Paraguay, Paraguay, from Paraguay.
never meant to be a cheater. There was blood on the wall. See, I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. Couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards. Paraguay, 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 Paraguay. Közben egy kis háttérzaj. Ha gépet akartok venni, keressétek Quadriant. Van minden is, amit csak akartok. 625 ezer, 450, 520, ami nekem nagyon tetszős, az a 625, ez gyönyörűen néz ki. Nagyon, nagyon, nagyon szépek. Hát ez mind T3, tehát ha valaki T3-asat keres, itt nála kifejezetten ezek vannak. Úgyhogy a szervíz is, van egy 450S, ami kifejezetten ugye munkagép. Úgyhogy hát én meg fogom magam, aztán lassan gurulok tovább, mert Adrián se akarom föltartani, meg már nekem is lassan a fele nap eltelik és a család meg vár. Úgyhogy még gyorsan Miskolcon egy kis sör. Még hátrafele is fölmászik mindenhová. Na, úgyhogy folyt köv. Tartsatok majd velem. És tényleg, ha kvadot akartok, Adriánt vagy a Maxilt keressétek. Sziasztok! Hányszor hittük, hogy tényleg vége, nincs tovább. Már hányszor érezted úgy, hogy az élet elkaszál. Már hányszor mentek, meg jöttek újra a hajnalók. És te még mindig itt vagy, és én is itt vagyok. Már hányszor láttuk, hogy más már rég semmit se vár. Már hányszor mondtad, hogy ott rögös, csak ahol te jársz. Már hányszor vártak, hiába más hányszor elhagyod. És te még mindig itt vagy, és én is itt vagyok. Mert néha tényleg eléggé vagy, meg kicsit torz, de szabad vagy. És néha nem kell, hogy kemény légy magaddal. Amit érzel, mondd ki még ma, amit legtehet csinál. És ha úgy veszed, hogy túl gyors kicsit, az se baj, ha állsz. Szeress, ha van, ki bírja. Lehet, ha van, ki vár. És ha van, hogy éppen túl sok kicsit, az se baj, ha fáj. Mert megesed, hogy egy-két este négy kézzel mérsz. Az a néha, s lehetni a néhány könycsebb belecsöppen a poharadba. S már akad ilyen nap, hogy este reggel érsz csak. Az a újra, de amit ha ma nem tud, a holnap úgyis megold majd. Hányszor hittük, hogy tényleg vége, nincs tovább. Már hányszor láttam, hogy sírsz, és én hányszor éltem át. Már hányszor elhittük azt, hogy nincsen meg angyalok. Meddig te tényleg az vagy, ha tudod, ha nem tudod. No, újra itthon. Hát 203-204 kilométer végül Miskolc kimaradt, úgyhogy egy kicsit rövidítettbe jöttem haza Eger felé, mert már így is eléggé sötétedik, úgyhogy az meg már akkor tényleg éjszakába nyúlt volna. Hát Adriánnal elbeszélgettük az időt, úgyhogy na. A gép jól vizsgázott, tehát megint csak hozta a formát, a kutya meghozta a labdát. Igaz. Úgyhogy hát tankolástól tankolásig kerek 200 km, 17 liter,
úgyhogy végül is a 8 és feles fogyasztás az megmaradt, így hogy utánfutó és igazából hegyvidéken keresztül, mert hát a Mátra és a Bükk az utamat állta, Ózt felé és visszafelé is, úgyhogy ahhoz képest viszont nagyon jól vizsgázott, a telefontartó is jó lett, világítás minden, meg hát ugye a pufizsákok, amik már kicsit kopottak, de hát már van bennük 10 pár ezer kilométer, viszont még mindig nagyon jó meleg a belseje, és tényleg aranyat ér ilyen időben, úgyhogy ennyi volt már, a felirat még mindig az eredeti, ugye már van rajta 3 plusz matrica, meg hát van még több hely is, úgyhogy majd még előbb-utóbb remélhetőleg Adriánnak is lesz, az is fölkerül rá. Ugye már most a CF Moto Petiéktől a rendszámtábla tartó is megvan. Na, hát ez volt egy jó kis kiruccanás, aztán majd folyt köv. Hát, hogy ebből mikorra lesz videó, az nem tudom, ugye most van szombat, de még a kis szerkesztőgépem oda van javításon, úgyhogy gyanítom, hogy még jó pár nap, mire ezt majd föl fogom tudni tölteni, de hát ez van. Na, hajrá, sziasztok! Néha nem kell a kemény négy magadra, mert megesett, hogy egy-két este négy kézzel.